Max Rádió. Politikamentesen, csak pozitív hírekkel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A mikrofonnál most Max. Nagy szeretettel köszöntök minden kedves Max Rádió hallgatót. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Lantai Tamást, azaz Max-et halljátok, és ma egy különleges vendégem van. Sok szeretettel köszöntöm a vonalban Bélces Ádámot. Szia! Szia Tamás, köszönöm szépen a lehetőséget, és üdvözlöm a rádió hallgatóit. Én is köszönöm szépen, hogy itt vagy, és egy kis bemutatkozást szeretnék tőled kérni arra vonatkozóan, hogy mi az, amivel te foglalkozol, de leginkább arra vagyok kíváncsi, hogy miért jó ez a te lelkednek. Bérces Ádám vagyok, 48 éves leszek, és mentálhigiénés segítőként államvizsgáztam. Ezzel foglalkozom a jövőben, de amúgy is gyakorlatilag egy ilyen lelki segítői tevékenységgel foglalkozom, illetve lelki testi szellemi tevékenység, vagy segítői tevékenységgel, mert van különböző természetgyógyász és annak szakirányú végzettségeim, úgyhogy segítőként tevékenykedem. Uh-huh. Mi manapság 2023-ban szerinted vagy a tapasztalataid szerint az embereknek a fő problémája? Hát fő problémát szerintem nem lehet 8 milliárd embernél általánosságban mondani. Kategorizálni én úgy tudom a problémákat, hogy vagy szakmai karrierbéli elakadás, vagy fizikai egészségbéli elakadás, kötőjel függőségek, és a harmadik az mondjuk a magánéleti, párkapcsolati, családbéli, kötőjel gyerek nevelési kitémakör elakadások. Uh-huh. És ez úgy nagyjából fel is öléli az egyes ember bármely aspektusát. Igen, bár én azt gondolom egyébként, hogy ilyen esetben főleg igaz, hogy mindig minden mindennel összefügg, mert hogy a saját tapasztalatból mondom, hogy de egyébként barátaim is ezt mondják, hogy kezdenek arra rájönni, hogy ha valami egészségügyi problémájuk van, annak valahol lelki eredete van. Tehát valahol miről jön az a dolog, ami miatt kialakul egy-egy betegség. És most majdnem mindegy, hogy milyen betegségről beszélünk, mert nem ez a lényeg, hanem az, hogy valamilyen elakadás van, valamilyen lelki probléma van bármely területén az életünknek, akkor a szervezetünk az ad egy jelet. A jel pedig általában egy betegség lesz. Nekem ez a véleményem. Te is így vagy ezzel? Igen. Nagyon röviden. Igen, egyetértek. Igen, tehát szerintem naivitás azt gondolni, hogy a betegségek azok kívülről érkeznek hozzánk, hogy azokat elkapjuk, hogy azok történnek velünk. Szerintem bárki, aki egy pillanatra leül és elgondolkodik azon, hogy ő mit csinál itt a földbolygón, meg hogy kerülhetett ide, az viszonylag könnyen eljuthat ahhoz, hogy a testében van egy, hogy is mondják, igen, hogy a lélek az a testbe zárt szellem. Tehát, hogy van itt valami, ami a testén kívül van, és az a valami az, aki éppen leül és gondolkodik, hogy kicsoda ő. És amikor az ember ezt egy picit meg tudja különböztetni, az önmagának vélt mondjuk testtől, körvesző személytől, akkor van lehetősége arra, hogy elmélyedjen abban, hogy na, akkor mondjuk a különböző betegségeit, vagy adott betegségét mi okozhatta, vagy mivel okozhatta ő, vagy mivel idézhette elő ő. Uh-huh. Ádám, egy picit menjünk bele abba, hogy hogyan zajlik a ténylegesen a segítségnyújtásod, hiszen én azt gondolom laikusként, hogy valaki jelentkezik nálad, akkor leülsz és elbeszélgetsz vele. No, és akkor egy kicsikét meséld el azt, hogy mi is történik a valóságban ezek után. Hát igazából ez történik. Az oké. Jó volt a megérzésed. Ez történik egyébként a mentálhigiénés segítőknél magát
a terápiát, vagy a módszert idézőjelben segítő beszélgetésnek hívják. Tehát a kliens eljön, elmondja, hogy éppen mit hozott, mi az aktuális pillanatbéli állapota, tehát az itt és mosttal dolgozunk, és egy beszélgetés indul meg, aminek az irányát a kliens határozza meg, és igazából mi kérdésekkel, visszajelzésekkel, kihangosításokkal működünk, tehát az összességében az a célunk, hogy segítsük, hogy a kliens megértse a kapcsolatait a külvilággal és önmagával. Hogyha ez pedig olyan irányba megy, hogy mondjuk konkrét testi fájdalmai jelennek meg, akkor kvázi felhúzom a természetgyógyás sapkámat, és akkor arról kezdünk beszélni akár a konkrét, mondjuk egy diagnosztizált betegség, és akkor annak a lelki okaival, itt a biológika, illetve az új medicina tudásanyagát használom, és hogyha az adott panaszra tudunk tünetenyhítő terápiát alkalmazni, én a fülakupunktúrával, illetve az illóolajokkal, aromaterápiával működöm. És akkor azzal keresem valami szelíd megoldást, nyilván ez a tüneteket, fájdalmat tudja csillapítani, nem magát a betegség okát megszüntetni. Így van, egyébként a módszere voltam kíváncsi, ilyen irányba ment a kérdésem, hogy mi a módszer, hiszen nagyon-nagyon sokféleképpen igyekeznek az emberek segíteni az embereknek, azoknak, akik úgy érzik, hogy szükség van segítségre, és azt gondolom, hogyha valaki felismeri azt, hogy őnek is szüksége van segítségre, az már fél gyógyulás. Tehát nekem abszolút ez a tapasztalatom, és akikkel beszélek, akár természetgyógyászok, azért akár például spiritualitással foglalkozók, szóval, hogy akárkivel beszélek, mindig ez jön, hogy a felismerés az az első lépés. Az, hogy valaki felismerje, hogy ő neki tényleg segítségre van szüksége. Igen, és a második lépés pedig a segítségkérés. És ezt szintén nemrég olvastam valahol, hogy gyakorlatilag az a tudatosságnak egy lépcsőfoka, ha az ember tud segítséget kérni, tehát nem ciki. Nyilván ezt át kellene pozícionálni az egész közéletben, médiában, köztudatban, hogy a segítségkérés az nem hogy ciki, hanem gyakorlatilag alapvető emberi szükséglet, és emberi szükséglet a segítségnyújtás is, hiszen egymáshoz kapcsolódunk, és ez nagyjából az életünknek a legalapvetőbb jellemzője. Tehát a segítségkérés az egy ideális lehetőség arra, hogy valaki kapcsolódjon hozzánk és segítséget nyújthasson. És aztán az, aki segítséget nyújtott, annak épp úgy szüksége lehet segítségre. Bármilyen, ilyen vagy más területén az életének. Így van. Néztem a honlapodat, a bercesadam.hu-t, ajánlom a kedves Megszárdió hallgatóknak is, hogy nézzenek körül rajta, mert hogy egy kicsikét jobban meg tudnak téged ismerni, nem csak így a rádióból, hanem a honlapodon keresztül is meg fel tudják venni veled a kapcsolatot. És egy picikét visszatérve arra, amiről az előbb beszéltünk, hogy ugyebár a tüneteket adott esetben illóolajokkal, a természetgyógyász szakmádból kifolyólag tudod enyhíteni, vagy a tünetet esetlegesen megszüntetni, vagy csillapítani, de ha az okokat szeretnénk, akkor, ha jól vettem ki a szavaidból, akkor te is úgy vagy vele, hogy ahhoz bizony kell több alkalom, több olyan lehetőség, amellyel élni tud az, aki segítségre szorul, vagy úgy érzi, hogy segítséget kell, hogy tőled kérjen. Valaki hozzád fordul, és lementek a dolgok mélyére, akkor a tudatosságot említettük, ugye te is, én is. Amikor valakivel lementek a dolgok mélyére, akkor azt gondolom, hogy ott jön az a bizonyos kiegészítés, amikor a tüneteket tudod enyhíteni, de ha nem mentek le a dolgok mélyére,
akkor sokat nem fog érni az egész, hiszen gyakorlatilag csak a tüneteket enyhítetted, de az okokat nem sikerült megszüntetni. Ehhez viszont két ember kell. Az egyik te vagy, a másik pedig akivel leülsz és próbálsz neki segíteni. Jól látom ezt az összefüggést? Persze. Igazából eleve azt szokták mondani, hogy a természetgyógyász az nem gyógyít, hanem segít a kliensnek beindítani az öngyógyító folyamatait. Tehát én azt vallom, hogy mindenki magát tudja meggyógyítani, mindenkit igazából a hite az, ami meg tudja gyógyítani. A Rüdiger Dahlke nevű német természetgyógyász mondta, hogy mindenki attól gyógyul meg, amiben hisz. Tehát ha valaki a modern orvostudomány vívmányaiban hisz, de hisz, akkor attól fog meggyógyulni, ha valaki a gyógynövényektől, az aromaterápiától, a bioenergetikától, vagy a fülakupunktúrától, akkor attól. A lényeg igazából, hogy higgyen benne. Higgyen a módszerben, és higgyen abban, hogy meg tud gyógyulni. Én igazából azt vallom, hogy a hit hat. Így nagyon egyszerűen. És így a barátaim kérdezik, hogy mit csinálok, én azt szoktam mondani, hogy én felekezet nélküli hittérítő vagyok. Tehát igazából a beszélgetések általában valahogy mindig abba az irányba mennek el, hogy el tudja-e hinni az ügyfél, a kliens, hogy mondjuk ő érdemes a szeretetre, érdemes arra, hogy egy kiteljesedett boldog élete legyen. És akkor ezek általában nagyon mély, hogy mondjam, problémákban gyökereznek az ebbéli bizonytalanságok, vagy az ebbéli hiányok, amiknek a legesleg végsőbb oka az én szerintem, meg hát így sokak szerint, akiktől sokat tanultam, a halálfélelem. És a halálfélelmet átdolgozni, megdolgozni, legyőzni szerintem csak úgy lehet, hogyha az ember megadja magát, és átengedi magát annak a világnézetnek, nézetnek, hogy itt van egy magasabb rendű intelligencia, aminek mi egyenrangú részei vagyunk. És ez innentől már ugye a hit témaköre. És ezért mondtam azt, hogy szerintem végül is mindennek ez az eredője, és hogy én a különböző beszélgetéseim, munkám során általában erre felé kanyarodok ki, hogy igazából én jó esetben meg tudom erősíteni, vagy tudok segíteni a kliensnek visszaszerezni a hitét leginkább önmagában és az életben, és abban, hogy ez az élet ez alapvetően nem egy szívás, hanem egy lehetőség, ami nagy örömre, meg egy örömben létezésre. Annyira jó, hogy ezt mondtad, mert hogy nagyon kevés olyan ember van, az én életemben is egyébként, akikkel így beszélgettem, meg úgy az ismeretségi körömben is azt tapasztalom, hogy aki őszintén kimondja azt, hogy igen, a legelső és legfontosabb dolog a hit. Az, hogy higgyünk saját magunkban, higgyünk például, ha betegségünk van, a gyógyulásunkban, higgyünk abban, hogy tényleg érdemesek vagyunk arra, hogy adott esetben meggyógyuljunk, hogy normálisan, boldogan éljünk. És ha ez a hit megvan, akkor valahogy minden könnyebb. Csak ezt nem nagyon mondják ki azok, akikkel így beszélgetek a rádióban. És most nagyon örülök neki, hogy te igenis kimondtad ezt. Úgyhogy ezért már megérte szerintem beszélgetnünk. Én azt szoktam, tehát nekem ez a vallásom. És hogyha a vallás szóról beszélünk, hát mit jelent az, hogy vallani valamit? Ugye, ha azt mondjuk, hogy vallás, ding, rögtön megjelenik a különböző világvallások szimbolikája, rituálék, építmények, személyek, tehát minden, amit összekötünk ezzel, pedig ez maga az intézményesült része az egyház, és a vallás. A vallás az egy fogalom, én vallok valaminek a vallása. És én azt vallom...
hogy hívjuk Istennek, ugye Magyarországon azt hiszem ez a bevett elnevezése, hogy ez hogy van, hogy létezik, sőt azt is, hogy ez bennünk van, és hogy mi mind egyesével, 8 milliárdan a növények, a plusz a növények, állatok, minden élő lény, az ő, vagy ennek, vagy neki a megnyilvánulási formája. És akkor ez ennyi. Én ebben hiszek, ezt vallom, ez a vallásom. És nincs mögötte semmilyen szimbolika, semmilyen felekezet, mert azt gondolom, hogy azok itt, tehát maximum, ha mindenképp szét kell bontani az embereket, mert ugye ez a hozd meg és uralkodj meg, a dualitás világa az erről szól, akkor vannak, akik hisznek egy magasabb rendű intelligenciába, és vannak, akik igazából nem hisznek. Ez ilyen egyszerű. Akik nem hisznek, azok általában nem is gondolkoznak el azon, hogy ez a magasabb rendű intelligencia létezik, de amikor óriás kaki van, akkor mégiscsak fohászkodnak Istenem, ó Istenem, vagy amikor óriás öröm van, például szex közben, és ó Istenem, milyen érdekes, ugye, hogy a két végpontnál öntudatlanul, vagy nem tudatosan mégis ugyanide jutnak. És hát szerintem így nagyon leegyszerűsítve az egész mai világ helyzete, amiről tudom, hogy itt a rádióban nem beszéltek, vagy beszélünk, de hát minden hallgató tudja, hogy mi folyik odakint, és az ennek a kérdéskörnek egy olyan maximumra pörgött állapota, hogy az ember miben hisz, abban hisze, hogy véletlenszerűen van itt a Földön, és van egy 80 éve, és az alatt minél több vélt örömforrást kell megszerezni, birtokolni, biztosítani, és örömszükségletet kielégíteni. Ez mondjuk így leegyszerűsítve a materializmus világa. Vagy hisz abban, hogy itt van valami magasabb rendű cél, elgondolás, okozat, ami mondjuk tényleg az, hogy ez az örömben létezés, és ezek a örömforrások leginkább az egymással való kapcsolódás által kielégíthetőek bármilyen mikrótól a bármilyen makró szintig. Úgyhogy igazából egy tök izgalmas időszakot élünk, mert hogy ez a két világnézet küzd most egymással. Igen, tulajdonképpen ezt így is lehet mondani. Így elgondolkodtam azon, amit mondtál, Ádám, és tényleg elég komoly igazság van benne, és hát még nagyon sokat beszélgetnénk, de hát ennyi fért bele mára. Azt gondolom, hogy egy picikét elgondolkodtató volt, remélem, a hallgatóknak is a beszélgetésünk, és ha esetleg a hallgatóknak kérdése van, vagy kommentelni szeretnének, akkor ezt megtehetitek természetesen a szokásos elérhetőségeinken. Az elmúlt percekben Bérces Ádám volt a vendégem. Ádám, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Én köszönöm a lehetőséget. Szia-szia! Szia! Max Rádió.